Sziasztok! Futatom akkor a closure-ökkel. Ismételném a legfontosabb gondolatot, hogy egy belső függvény mindig képes hozzáférni az őt tartalmazó külső függvény paramétereihez és változóihoz, még azután is, hogy a külső függvény befejezte futását. Az előző videóban csináltunk egy hasznos függvényt, ami képes kiszámolni, hogy egy adott nyugdíjkorhatárt figyelembe véve hány évünk van még a nyugdíjig. Ez országonként eltérő lehet, de ez nem baj, mert függvényünk univerzális. A könnyebb érthetőség kedvéért mutatok még néhány ilyen hívást, ugye ezzel a nyugdíjfüggvénnyel kapcsolatban. Nézzük meg például Magyarországot, ahol 65 év jelen állás szerint a nyugdíjkorhatár. Létrehozok egy változót, ami úgy fog kinézni, hogy var nyugdíjazás hun egyenlő nyugdíj, és átadom neki ezt a 65-ös paramétert. Legyen még egy, mondjuk Izland, ahol 67 a nyugdíjkorhatár, var nyugdíjazás IZL, én így rövidítem most, egyenlő nyugdíj, és 67-es paraméterrel hívom meg. És akkor nézzünk meg engem például, hogy melyik országban mikor mennék nyugdíjba. Azt már tudom, hogy ha az USA-ban élnék, akkor 23 évet kell még letolnom. És mi a helyzet akkor, hogyha itthon maradok? Meghívom a nyugdíjazás hun függvényt az én születési évemmel, 1978-al, és megnézzük, hogy van érdemes-e Izlandra költöznöm munka miatt. Nyugdíjazás IZL 1978, és akkor nézzük meg a böngészőben, hogy mit dobnak erre a függvények. Na, hát úgy néz ki, hogy ugye, tehát itt az USA-ban 23, hogyha Magyarországon maradok, akkor 22 év múlva megyek nyugdíjba. Ezzel szemben, hogyha Izlandra költözöm, akkor 24 év. Hát igen, itt 2 évvel többet kéne melóznom, mint mondjuk Magyarországon. Tehát akár is nézem, jobban járok egyelőre, hogyha Magyarországon maradok. Szeretnék mutatni még egy praktikus példát a closure-ök használatára. Legyen egy számláló nevű változónk, amit minden lépésben növelni szeretnénk egyel. Először ezt nem closure-rel fogom megcsinálni, és elmondom, hogy ez miért nem jó. De akkor nézzük is rögtön. Hozok egy ilyen elválasztót, és akkor legyen az a változónak a neve, hogy tehát var számláló. Adunk neki egy nulla kezdőértéket, innen indul a számlálónk, és akkor csinálok egy függvényt, ami növeli az értékét a számlálónak minden egyes lépésben. Azt mondja, hogy a function léptet lesz a függvénynek a neve, nem adok hát neki paramétert, jön a függvény törzse, itt növelem meg a számláló értékét. Ezt úgy is csinálhatnám, hogy számláló plusz egyenlő 1, de egyébként úgy is lehet, hogy számláló plusz plusz, kinek hogy tetszik. Ez egyébként ugyanaz, mint hogy azt írnám, hogy számláló egyenlő számláló plusz 1. Ezt itt is hagyom. És akkor írassuk ki a konzolba, konzol.log a számláló értékét. És valahányszor a léptet függvényt meghívom, én 3-szor mondjuk, tehát valahányszor ezt a léptet függvényt meghívom, mindig hozzá fog adni egyet a számláló változó, és akkor nézzük meg az eredményt. Igen, tehát 1, 2, 3. Ez működik is, viszont a legnagyobb probléma ezzel, hogy a számláló a globális láthatósági körben lehet létrehozva, ezért nem csak a léptet függvény fér hozzá, hanem a kódból bármi más is meg tudja változtatni annak az értékét. Na nézzük, hogy mik lehetnének a megoldások, és nézzük ezek közül melyik, ami működőképes. Oké, első kísérletünk, hogy csinálunk egy számlálót a függvény belsejében, amihez csak a függvény fér hozzá, ez már jobban hangzik, tehát akkor azt mondom neki, hogy ezt meghagyom itt kívül ezt a számlálót, ehhez nem nyúlunk, és akkor jöhet a függvénynek az átírása. Ugye itt hozok létre szintén egy számláló változót, ami gyakorlatilag a függvénynek a sajátja lesz. Tehát a függvényen belül létrehozott számláló, és a függvényen kívüli, az két teljesen különböző változó, nincs közük egymáshoz. És akkor nézzük a hívásokat. Hát azt várnánk, hogy a végeredmény 3 legyen, mivel 3 szorítuk meg a függvényt. De akkor miért 1?
Tehát azért, mert a függvény minden hívás után befejezi a futását, tehát kikerül ebből a bizonyos futási veremből, és valahányszor újra meghívjuk, ugye újra létrehozza ezt a számláló változót a nulla kezdőértékkel. Tehát ezzel a megoldással befülöttünk, akkor nézzünk egy másikat. Először is töröljük ezt a függvényen kívüli változót, mert úgysem használjuk, és csak zavar, és ez nem fogja a problémánkat amúgy sem megoldani. Nézzünk egy olyan lehetőséget, olyan megoldási lehetőséget, ami egy belső függvényt használ. Tehát megmarad nekünk ez a function léptet függvényünk, ugye itt van ez a számláló változónk, ezt is meghagyjuk, viszont létrehozunk egy belső függvényt, egy ilyen function, az a neve, hogy hozzáad, ez se vár paramétert, viszont a törzsébe helyezzük ezt a léptető utasítást, és itt a függvény belsejében hívjuk meg ezt a hozzáad függvényt, és írjuk ki ugye a konzolba a számlálót, tehát ennyit meghagyunk. És akkor hívjuk meg megint háromszor ezt a függvényt, a külső függvényt, nézzük meg, hogy mire. Hát igen, az eredmény az minden esetben egy. De miért? Én is ezt kérdezem, hogy miért. És ilyenkor már lassan kezdjük el dobni az agyunkat, és a kalapács a gép fölé lendül, de ekkor egy angyali sugallatot hallunk a fülünkben, closure. Na, akkor adjunk egy esélyt a closure-nek is. Hogy kéne ugye ezt átírni? Ugye megmarad a function léptet, mint külső függvény, szintén itt van ez a var számáló egyenlő nulla, és akkor létrehozunk egy névtelen függvényt, pontosabban névtelen függvényel térünk vissza, tehát a function elé kitesszük, hogy return, ugye a függvénynek a nevét azt én töröltem, mert névtelen függvényről van szó, és ugye ezen belül növelem meg a számlálónak az értékét, és itt iratom ki szintén a számlálónak az értékét. Jó, és akkor ugye létrehozzuk a var, itt elírtam, return, tehát létrehozunk egy olyan változót, hogy var hozzáad, és egyenlő léptet. Hát így módon meg tudjuk hívni háromszor ezt a függvényt, hogy lássuk, hogy tényleg működik-e closure ez a léptetés. És akkor nézzük meg a böngészőben. Á, és működik. Köszönjük neked, closure. És ugye miért működik ez? Hadd idézzem megint magam, amivel ezt a videót nyitottam, és amiről az előző videó egészen szólt, hogy egy belső függvény mindig képes hozzáférni az őt tartalmazó külső függvény paramétereihez és változóihoz, még azután is, hogy a külső függvény befejezte a futását. És befejezés előtt még hadd mutassam meg, hogy hogyan lehetne átírni még egyszerűbbre ezt a fenti closure-t, és a gyakorlatban ez a legelterjedtebb, amit meg fogok mutatni, szóval most ez duplán hasznos lesz. Tehát a lényeg, hogy nem utólag hozunk létre változót, hanem azonnal egy változó rendelve hozunk létre az egész függvényt. Tehát legyen az, hogy var léptet egyenlő, és figyelem, gömbőzárójel következik, mert névtelen függvényt írunk, és ez így egy kifejezés lesz. Tehát az egészet egyébként át tudjuk tenni ide, mi azt mondtam, hogy névtelen függvény lesz, szépen kitörjük ezt, hogy léptet. Az összes többit viszont meghagyjuk. Tehát ez igazából ugye ez a függvény kifejezés. És ahhoz, hogy a léptet változóban egy startra kész függvényt kapjunk, azonnal meg is hívjuk a függvényt a kifejezés megadása után, ezért ide megint teszünk egy gömbölő zárójel párt. És akkor a hívás, ugye nem kell nekünk már ez a változó, és a hívás ezzel történik. Na, és akkor nézzük meg.
Hát igen, szuper, hasít, mint a fejsze. No, remélem, hogy ezekkel a példákkal mindenki jobban megértette, és szívébe zárta a closure-öket. Hogyha még mindig nem világos, akkor ahányszor csak gondolod, nézd végig ezeket a videókat, találj ki egyszerű példákat, és csináld meg őket closure-rel. De ha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan kommentelj a videó alá, és válaszolni fogok mindenképpen.